Nastavak ovdje će se... Kad Jelena Egipto počela od Kerbe Ipić, Ipić je o Korkočko zvod, Penzali Šator, DTD, Gavot, Penzali Zemljati Čotorna, a uza tot odgondolom je fontos ruházásról szó egy részül azért, mert a támadkedve megoldódik a szennyvíz elvezetése, tehát nem a tapsikon, nem a tapsi csatornán keresztül fog ezt a szennyvíz elmenni a palicsítóba, hanem a szennyvíz elvezető csatorna által. Igaz, hogy valószínűleg ez utána a rudasítóba fog majd folyni, de ez is egy óriási gond, ezt meg kell oldanunk, de mindenféleképpen meg lesz oldva legalább a szennyvíz elvezető hálózat itt a palicsi állatkertben, és másosorra pedig a feltételeket, amit az állatkertben teljesítsen, ezek végben meg fognak valósulni. Igazából a legnagyobb gondja Palicsnak, illetve valójában az egész palicsi turizmus fejlesztésnek az, hogy meg kell oldani mi hamarabb a szennyvíz elvezetését Palicsról az új szennyvíz tisztítóra. A tervdokumentáció vége felé van, egy része már is készült, a hátrajövő része pedig jöttem, hogy nyár, közepére nyár végére később el fog készülni. Kb. 1.800.000 eurót kellene biztosítani az információknak arra, hogy a beruházás megvalósuljon. Én remélem, hogy találunk majd eszközöket, ugye köztársasági szintről, vagy bizonyos alapokból, vagy nemzetközi támogatásra arra, hogy ezt a komoly ökológiai problémát megoldjuk itt Palicson, és akkor fognak megteremtődni a feltételek arra, hogy bővítsük a szennyvízsatorna hálózatot, akkor teremtődnek meg a feltételek arra, hogy a további, hát azt mondom, hogy károsodása a palicsitónak is rudasítónak meg van állítva, és valójában meginduljon egy olyan fejlesztési lehetőség, ami igazából a polgárok elvárnak például, hogy Palics a turisztikai központokat, illetve szervés szinten az első helyen.